Ez a dal akkor talált rám, amikor egy nehéz lelki időszakon mentem keresztül, és nagyon különleges szerepe van azóta a mindennapjaimban. Én már első hallásra beleszerettem, és amikor elolvastam a szöveget, akkor rögtön tudtam, hogy meghatározó része lesz az életemnek. Nagyon fontos számomra az üzenet, amit közvetít az a dal, hiszen mindannyiunk életében eljön egyszer egy mély pont, és kizárólag a lelkünkben találhatjuk meg azt, ami kihúz minket ebből az állapotból. Nekem segített megtalálni, én kijöttem ebből a reményvesztett állapotból, és nagyon hiszek ebben a dalban, és bízom abban, hogy támasza lehet azoknak, akik hasonló feladatok előtt állnak. Éj pont úgy. A színpadon Cserpes Laura. Csak nézd, még vörös az ég, fekete felhők gyűlnek körét, káosz a rendben, úgy csak a csendben, a végzet már elég, bánat hullik rád, bőrödön át, mintha csak szomjad oltanád, tisztába szólná, mélyebb egy tóná benned ég. Mondd még hány csodám bújsz át, meddig tőjör át egy összetört világ. Meddig bírod majd a viharban most előttél egy banki út, ha bezárt a szél, káosz a rendben, úgy csak a csendben, mi volt, most véget ér. Bánat hullik rád, cseppenként át, ahogy most elmos minden ást, álmatlan éjjel nem zúszhat széjjel, többet érsz. Mondd még hány csodát, összetört világ. Meddig bírod majd a viharban most előttél egy banki út, a bezárt szív míg lyukhatatlan ám, hogy úgy most fedett fel, mi a lelked mély. Cserpes Laura, hölgyeim és uraim! Laura, aki egyébként több tehetségkutató versenyben is indult, de ugye a Harsányi Levente kollégám mondta, ez nem tehetségkutató, hanem tehetségmutató verseny, mert itt már nem az a kérdés, hogy ki tehetséges és ki nem. Itt már mindenkiről tudjuk, hogy az. Jól van a torkod? Ha jól tudom, akkor el voltál tiltva két hétig még a beszédtől is? Igen, nem szabadott énekelni, meg beszélni is, csak úgy módjával. De most már szabad? Most már szabad, jó igen. Van akkor, jó van, megnyugodtam. Na, akkor hallgassuk Rákai Filipet. Neked szabad beszélni? Szabad, és előre is elnézést kérek, hogy egy picit távolról indítok, de talán nem véletlenül. A hét közepén, megijedtem, ilyen. A hét közepén Mezőhegyesen, az állami ménesben, egy gyönyörű fedeles lovardában egy holló fekete nóniuszon ültem, esküszöm, vágtattam körbe-körbe, és egyszer csak a rádióban megszólalt ez a dal. És kis ilyen leestem, de most ezt halálkomolyan mondom. Nem azért...
Nem azért, és nem azért, mert váratlanul ért, hiszen ismerem a dal, csak ott abban a környezetben egészen furcsa volt, de a hideg futkosot álltam. Most megláttalak ebben a produkcióban itt, ami egyszerűen itt a helyszínen lenyűgöző volt, európai szintű az, amit mutattál. Külön köszönet a vokalistáknak, zseniálisak voltak, tényleg. Egyetlen egy dolgot hadd mondjak, ez egy nagyon nehéz dal, és én csak annyit kérek tőled, hogy ha ebből most te tovább jutsz, akkor egy picit jobban hidd el, hogy ezt te el tudod énekelni, mert azt láttam, hogy egy picit azon drukkolsz, hogy sikerül-e kiénekelni ezeket az irdatlan nehéz hangokat. Tehát ha lovarda, ha nagy színpad, ha füstök, ha fények, ez perfekt, működik. Köszönöm. Köszönöm. Bocsánat, biztos, én szeretném megragadni az alkalmat. Hogy hívták a Nóniuszt? A Nóniuszt, kérlek, kedves Jenőkém, ha már így megkérdezed, regénynek hívták. Regény. Köszönöm szépen. Megnyugodtál, Jenő? Oké, Valkó Csaba. Akkor egy kicsit rövidebb leszek. Szerintem ez egy angyali produkció volt tényleg. Köszönöm. Köszönjük szépen. Rúzsa Manti hazonnal hozzá akar szólni. Most szeretnék hozzászólni, mert ez volt az a produkció, ami bár igen, volt egy-két kis apró elcsúszás, de itt benne a stúdióban tényleg egy olyan produkciót lehetett látni, olyan hófehér volt minden, gyönyörű, olyan szinten sugárzol, és annyira tetszett, hogy te vagy az első ember, aki nem azt látom, hogy görcsösen ki akar menni az Eurovízióra, hanem itt vagy, és adod a lényedet, és ebben van a varázsod, és ez nagyon-nagyon szép volt. Gyúri azokon a dolgokon, mert ez tényleg, angyalok jöttek ide, nagyon szép volt. Nagyon. Nem szól a mikrofonom, nem köszönöm. Nem szól a mikrofon, most már szól a mikrofon, csak ebből is látszik, hogy tehát ilyen szenvedélyesen a Magdit még nem láttam beszélni. Lúdbőr, tényleg. Oh. Én meg a lovak. Na, akkor még a Viktorra is kíváncsi lennék most már, hogy... Hát nekem is nagy meglepetés vagy, mert azt a CD-t, amit beküldtetek, azon nem énekeltél ilyen érzelmesen. Úgyhogy én is úgy érzem, hogy a mai napnak az egyik meglepetése vagy. Viszont úgy érzem, hogy szóval a stúdióban való éneklés és az élőben való éneklés azért picit különbözik olyan értelemben, hogy nem muszáj feszegetni a határokat élőben. Tehát a legnagyobb énekesek is megcsinálják azt, hogy stúdióban feléneklik a dalt, utána élőben akár egy hanggal vagy félhanggal lejjebb teszik. Mert hogyha feszegetjük a határokat, az mindig rizikós. De egyébként nagyon elbűvölő jelenség vagy ezt. Köszönöm szépen, fordítsuk le mindezt pontokra. Csiszár Jenő. 7 pont Csiszár Jenőtől. Rosszul aludtál, Jenő, látom. Rakoncai Viktor. 9 pont. Köszönöm. Valkó Csaba. 9 pont. Köszönöm. Rúzsa Magdi. 10 pont. Köszönöm. Rákai Filip. 10 pont. Köszönöm szépen. Pontja van Cserpes Laurának. Féltárnál járunk, nézzük meg együtt a ponttáblázatot. Jó, jól fog kinézni, nem tudom, hogy titkot árulok el. Szóval nézzünk egy kicsit az összesített állásra féltárnál, amikor 5 dalt meghallgatunk. 45 pont a Cserpes Laura vezet a versenyben. Gratulálok! Polyák Lélának 43 pontja van, a United pedig 41 pontos, tehát pillanatilag ez a 3 dal áll tovább jutó helyen.